Evező szeneslapátból, hajóhordókból, vagy éppen bicikliből. Idén is a legelképesztőbb eszközökkel érkeztek az indulók az úszó alkalmatlanságok versenyére, ahol egyetlen szabály volt, olyan alkatrészeket lehetett csak felhasználni, amelyek nem valók vízi járművekbe. Ismerős a szakadott vitorlákkal, az eredeti is ilyen. Azért van hajó, mert úszni nem tudunk. Az alkalmi hajósok nekiveselkedtek a felső tárkányítónak, amelynek közepén bójákat állítottak föl. Ezeket kellett mielőbb megkerülni. Volt, aki jól haladt, de akadt olyan is, aki a vízben lubickolva teljesítette a távot. Úgy gondolom, hogy szükség van az embereknek felhőtlen szórakozásra, de mégis egyébként azt látni, hogy a legtöbb hajó, hát jó, hajónak azért ne nevezzük, de a legtöbb járgány mögött komoly munka van. Tehát azért, és én azt gondolom, hogy ezek értékes idők, amik ezek az emberek együtt töltenek. A legjobb 4 csapat került a döntőbe, ahol már az enyhébb szabálytalanság is megengedett volt. A verseny ugyan szorosan indult, de az első futamhoz hasonlóan a végső győzelmet itt is a római csövesek csapata szerezte meg. Ússzuk, mint az őrültek, a fiam kormányzott, az ifjú jövő, mert a kanyar technika egy ilyen hosszú hajónál nagyon-nagyon fontos. Hát ebben nyertünk. Apróságok adták meg a tökéletes sikert. A célba éréssel nem ért véget a móka, a résztvevők vízi csatával és egy hűsítő csobbanással koronázták meg a napot.